harmadik perc az első fél időben. Most vigyázni már a végén, Dalin tovább. Kenneth Anderson visszahúzza, Dalin robban be, Lőrinc, gólhelyzet, Brolin! És ő belövi, nem tudtuk kihúzni. 2 perc hiányzott a kutyafáját. Thomas Brolin. Innen indul a dolog, itt jön a labda, Dalin tovább teszi, Mészöly, mire forgolódik Kenneth Andersonnál a labda. Dalin elé megy, és Brolin teljesen tisztán érkezik, és ő jobb játékos annál. Ő valóban lát a pályán, és nem erőből rúgja, hanem az üres helyet megtalálva elpasszolja Petri mellett. Thomas Brolin a 24. gólja a svéd válogatottban, a 42. Stern, Kenneth Anderson mehet tovább, Roland Nilsson tűnik föl, Dúró jön most ki rá, Brolin megy, beteszik a háta mögé, Marvin Duffy háta mögé, Dalin, 2-0. Brolin hogy megrázta magát megint, és aztán ott marad lent, és mutatják, hogy valami baj van, gyorsan menjen a segítség. Itt csak fölírja a játékvezető az adatokat, tehát nincs lapoztás. Brolin megy el, Bánfi háta mögé beívelik a labdát, nincs kezezés. Beteszi még, és alig ha nem a bokája fordul ki, ahogy így becsavarodik középre. Dalin lövi be. Ráül a saját lábára. Ott látható, hogy kifordult a gyep is, tehát megsüllyedt a gyep. Kifordult a bokája, és ráült a saját lábára. Thomas Brolin. Ez még súlyosabb sérülés is lehet. 2-0 ezzel együtt a svédeknek. Vagy a térde, vagy a bokája, tehát mindenféleképpen a forgó mozgásból adódik a sérülés. Nem is engedik, hogy mozgassa egyébként a lábát. Itt látható a térd, és ezt a lábát nem engedik, hogy mozgassa. Egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos még, csak kívánni lehet neki, hogy ne legyen súlyos a sérülése. Ha még egyszer megmutatnák, az a bizonyos forgó mozgása egészen elképesztő volt. Szinte a fizikai törvényszerűségeknek mondott ellen, és ez volt a gond. Stefan Rehn áll be egyébként. Na majd itt lehet figyelni, most tessék majd nézni a bal lábát, nem a levételnél, hanem itt, amikor beadja, ez ráül a saját kicsavarodott bokájára. Döbbenetes. Ez volt az egyszerűbb, és lám-lám milyen rosszul találta el Dalin a labdát.